Az Espersit háza nevét Espersit Jánosról, a Nagyszentmiklóson született ügyvédről, politikusról, lapszerkesztőről kapta, aki az irodalmi élet és a művészetek mecénása volt. Az Emlékmúzeum 1979. január 19-én nyitotta meg kapuit, amely ma is várja a betérő vendégeket. Az épületben működő kiállító terem az elmúlt hónapok bezártsága után újra megnyílhatott, így a fiatalok és a felnőttek egyaránt kutathatják József Attila költői pályájának kezdetét. Továbbá korabeli kéziratok, számtalan könyv, fénykép, festmény és berendezési tárgy fogadja a látogatókat, megidézve a régi kor hangulatát. Nem csak Espersitet mutatja be, hanem az akkor élt embereket, az akkor családvezér gimnázium tantestületét, fantasztikus elmék tanítottak már akkor is, Eperjesi Kálmán, aki később a Szegedi Egyetemnek a professzorává válik, már felismeri József Attila géniuszát, ezt a kort is, illetve hát ezt az intézményt is egy teremben bemutatjuk, de bemutatjuk Juhász Gyulát, hogy mennyire szeretett itt Makón, és hogy tényleg megpihenni, egy kicsit kikapcsolódni, és egy megnyugvás szigete volt számára Espersiték háza. Bemutatjuk Mórának a kapcsolódását Makóhoz. Szikszai Zsuzsanna megosztotta, hogy nagy vágyuk, hogy az épületet fel tudják újítani, ezért minden pályázati lehetőséget kutatva remélik, hogy a közeljövőben megvalósulhat mindez. A József Attila Múzeum és Kanzen állandó kiállítása is látogathatók, így az érdeklődők jobban megismerhetik a régi szakmákat és a település történetét is. A Tudásközpontban Galamb Katalin számolt be a felfrissült könyvállományról, valamint arról, hogy idén májusban mit ünnepel a könyvtár. Most a második évforduló lesz, tavaly is megünnepeltük, akkor is zárt ajtók mögött a téren a járókelőknek egy kis emlékezésre vagy ünneplésre adtunk lehetőséget, és az idén is még azt tervezzük a járványügyi szabályok miatt, hogy kinn a téren fogunk programokat biztosítani, és a könyvtárat és a könyvtár szolgáltatásait népszerűsíteni. De számos terv van még, amit szeretnének megvalósítani, ha a járványhelyzet is engedi. A hosszabb beszélgetéseket a Hét Híre című hírháttér magazin után Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg ma este.